Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a 2021-es Wi-Fi 6 tesztünk, hatodik része. Bizony. Ami minden igaz, amiben a TP-Link EAP 620-ra fókuszálunk. A EAP 660-as az előző adás tartalmának főszereplőjének a kisöccsére. Lássuk, mit tud. Oké, okay, Peti, akkor uh, specifikáció specifikációk tekintetében majdnem megjegyzik a 660-assal, ugyan antenna nyeressége van lényegében, amiben eltér, hogy nem 4x4-es, hanem csak 2x2-es antennával rendelkezik, mind 24 en mind 5 gigán, illetve lehúzták még a 2,5 gigabites Ethernet portot, és csak gigabites Ethernet porttal rendelkezik az eszköz. Bizony, de ezen kívül, ha megnézitek, ugyanabba a házba került, ennek köszönhető az azonos antenna nyereség 2,4-en és 5 gigán, nagy várakozásokkal nézünk elébe, hogy mégis mit tud a kis tesó. De ejtsünk egy pár szót azért a mérésről, nagyon röviden, párszor már elmondtuk, de ugyanúgy az AccessPoint irodája a tesztelésünk helyszíne. 11 ponton mérünk az irodánkban, és akkor ezeket fel és leirányban iPerfes tesztszerverünk segítségével az eredményeket kikalkuláljuk, összeadjuk átlagoljuk, és abból a végén kap egy pontszámot az adott AP. De ezen kívül van két referenciaértékünk is. A két referenciaérték egy mérő PC segítségével állítjuk elő. Ez egy elég erős asztali PC, tehát a teljesítmény biztos, hogy nem okoz problémát. Van a PC-ben egy AX-es kártya, illetve egy AC-s kártya, és mind a kettőt lemérik ugyanúgy IPERF segítségével. Bizony, az AX-es es az AC-s 4x4-es, 160 MHz-et mindkettő tud, de az ap az csak 80 at jól mondom, Peti? Bizony, csak 80 MHz, ugyanúgy, mint a 660-as. Igen. Ezt még talán azért bele Kérdés, hogy ez tényleg szoftveres kérdés, vagy hardveres. Mindegy, beszéltünk a referencia kliensekről. Milyen kliensekkel mérünk? Háromféle kliensen mérünk a referencián kívül. Az egyik egy MacBook Pro, ami 3x3-as AC-s. Ezen kívül egy iPhone, ami 2x2-es és AX-es kliens valamint egy G14-es gép, ami AX-es és 2x2-es kártyával rendelkezik, és ezt tud egyedül 160 mhz de ilyen esetben ezt nem tudjuk kihasználni. Bazony. Na nagyon érdekelne akkor, hogy te szerver oldalon? Szerver oldalon pedig egy Synology szerverünk van, ahol iPerf szerverek futnak, és 10 gigabites uplinkkel rendelkezik, olyan switchet raktunk be, amit adott esetben támogatja a gigabit, 2,5 gigabit, 5 gigabit, vagy a 10 gigabitest is. Innentől kezdve ez nem okoz szűk keresztmetszet az AP-nak. Amit az AP választ, az fog. Úgy van. És ugyanez igaz a Poe oldalon is, mert ott ATBT-AF is elérhető, uh -huh. tehát bármit kíván az AP, kiszolgáljuk. Oké, nézzük a referenci értékeket. Ha jól látom, a AX-es kártyával 8.33 felirányba, 6.53 leirányban. Ez jó volt, mint a 6.60-as. Ez jobb volt, mint a 6.60-as, egyébként nem is értjük, hogy ott miért volt egy nagyon gyenge értékünk, egy 3.70-et mértünk a 6.60 esetén felirányba, és akárhányszor mértük újra, nem nagyon sikerült ennél többet kicsikolni, tehát ez tényleg értetetlen volt. Itt tulajdonképpen látható, hogy az is biztos tud többet, ez, tehát, hogy itt 8.33 a fel, 6.53 a le AX esetén, mm -hmm. AC esetén pedig? AC esetén viszont az előző méréshez képest értem szerint kevesebb sávszélességet kaptunk, mert több mint 1 gigabitet értünk el. Itt viszont 667 per 620 megabit, ugye ez a 2 x nek köszönhető, mert ez csak 2 x 2 rádióval rendelkezik. Bizony. És egyértelmű, hogy a 4 x et kihasználta az előző verzió, mert ott ugye a kliens is 4 x es ezért tudott az 1008 megabit AC-n legalábbis felirányba. Oké. Okay. meg Megvoltak a referenciaértékeink, Nézzük, mit csináltak a kliensek. Na, tehát az iPhone-unk, az AX-es iPhone 11 Pro-unk, nézzük, mit csinált. Hát, mit mondjak? Egész átlagos. Egészen használható értékeket, ami izgalmas, és itt akkor egyből belecsapunk a lecsóba. A 9-es pontban, 215 per 362. Ez hát. még minket is meglepett. Igen, ez a legtávolabb, egyik legtávolabbi pontunk, ugye hát a nagy antenna nyereségnek köszönhető, tehát a EAP 660-asnál nagyobb tp is ilyen hasonló értékeket Igen. mértünk, hogyha jól emlékszem. És ez azért van, mert az antenna azonos. Azonos antenna, csak annyi, hogy ez kétszer kettes, és nem négyszer négyes. De az iPhone nem is használja ki csak a kétszer kettő, tehát itt végül is jött a papírforma, hogy Amine kivettünk kell. két antennát az AP-ból, és attól függetlenül ugyanaz jött ki, mert a kliens az kliens, és ennyi van benne. Bizony. Majd a múmájmó tesztnél, ott jönnek ki a különbségek. Jó, de egyébként gyönyörű értékek. Tehát, hogyha uh -huh. megnézitek, 6-os, 7-es, 8-as pont perfekt, 400, 500, 360, ilyesmi megák jöttek ki, gyönyörűek. Az 5-ös pontban sem hoz nagyon sokkal többet, 600 per 650. Mint a kliens tud. Igen, az ami elpélyt. kijön. Bár azért hozzáteszem, hogy 7-27-et sikerült egyszer kicsiholni a 2-es pontba. Uh -huh de az egyes pontban a 355 per 320 iPhone-nal gyönyörű érték. És a 11 es ponton pedig körülbelül ez az 50 megabit körüli értékek jöttek ki. Azért azt mindenképp fontos megjegyezni, hogy azért ez az AP nem volt olyan Stabilsz stabil. Stabil, talán, ez a legjobb szó rá, mert uh, újra kellett például indítsuk egyszer annak érdekében, hogy ne ugráljon a mért sávszélesség 100 és 500 és 0 megabit között mm -hmm. kb. körülbelül 3 másodpercenként ezt iPhone-nál tapasztaltuk ö, több ízben, sőt az a G14-es laptoppal is egyébként újra kellett mérnünk egy-két pontot, mert 2 4 maradt, míg az iPhone 5 gigán tudta teljesíteni, és amikor újra mértük többet dízben a, a laptoppal is, akkor az is már 5 gigán maradt, szóval ezen kívül pedig roaming problémákat is tapasztaltunk. Sokszor például azt kell nézni, hogy az ötös pontban is teljesen másik AP-ra csatlakozott fel, pedig ott voltunk az AP alatt, és több perc után sem váltott át. Igen. Tehát az pedig egy... Valószínűleg ez egy szoftveres probléma, új még ez a platform, remélhetőleg kicsiszolják belőlük ezeket a bugokat. De minden esetre csak hogyha a nyers teljesítményre fókuszálunk, akkor ez elég jó lett. Uh -huh. Na nézzük a következő versenyzőt. A MacBook a következő számunk. Ahhoz képest, hogy AC-s kártyával rendelkezik, egész jó eredményeket értünk el, viszont ugye a 3x3-at nem tudjuk kihasználni, mivel az AP csak 2 x 2 es Pont annyival kevesebbek Pont az annyi. értékek. Ami, mert ez láthatóan mm -hmm. kihasználta a 3x3-at az előző 660-asnál. De itt már nem tudta. Itt már nem tudta. Azért csinál 200 megát fel és le irányba is. A 8-as pontba például azért még így is derék teljesítmény. És hozza a papírformát 460, 440, 470 a ideális pontokban. És 300-400 megákat csinál a problémásabbakba. 11-es pont viszont szép. Na, az elképesztő, 360. Az, az, az megint egy antenna nyereség. Igen. Nyersen. Egyszerűen nagy antenna van benne, és ez, ez meg is teszi a hatását. 1-es pontban is 214 per 380. Nagyon-nagyon szép. A 10-es pontba vergődött, azért mondjuk el. A 4 megabitből volt az nulla is sokszor. De ez egy elég zord pont azért. Igen, ez az egy zord pont. Oké, okay, következő versenyző. Az Asus gamer notebookja, a G14, ez hasonlatos hát... eredményeket hozott, mint... mit is mondjak... Hát nem, azért a 6-os, nem... 7-es pontban még sikerült kicsak aksinázni valószínűleg az AX-es modulációkat. A 8-es, 9-es? Az, az az, kb. azt hozta, mint a, mint a MacBook. Igen, pedig azért többet kellett volna, hogy hozzon. Igen. De a 788, az megint egy gyönyörű érték az 5-ös mm -hmm. meg a 745 is a 2-es Megint szép értékeket látunk a Zordab 11-es pontba, az 1-es pontba is, 350 per 300. Jó, jó, ez jó. A 10-es pontba is egy 50 per 50 azért ott figyel. Igen. És ez mindenképp stabilabb volt, mint más kliensekkel. De ettől függetlenül itt is a roamingot Igen. megemlíteném, hogy többször ki és be kellett kapcsolni a wifi kártyát, hogy át roamingoljon a másik AP-ra. Igen, sőt az iPhone-nál az is előfordult, hogy egyszerűen nem volt wifi. Tehát nem kapcsolódott fel semmire, amikor sétálgattunk a két AP között. Az egyikről leszakadt, nem csatlakozott fel a másikra. wi ki, wifi be, és akkor felcsatlakozott a közelebbire. Szóval itt még azért vannak bugok. De biztos, de... hogy benne, hogy azért pár hónap múlva azért ezeket kijavítják. Én is azt gondolom, hogy nem, nem lesz ez hosszú távú probléma. Oké, okay. Peti, a szokásos kérdés, de mire is volt ez elég? A harmadik helyre. Ó, az mondjuk meglepően. 734 pontot el nálunk. Ugye egy a Ranglistánk az legelső, az XV3-as. Azt nem lehet még egyelőre le nem. taszítani a tón, trónról. Várhatóan jönnek a rubás AP-k, megnézzük, hogy ők mm. mit tudnak majd csinálni. Második helyzet? EAP660, uh -huh. a Nagy Tesó. Most jött uh -huh. be, ugye, a harmadik helyre a 620-as. Bizony, maga mögé utasítva a mezőn többi tagját. Következő az LR, Unifiéktől, tehát U6 LR. Uh -huh. Követ Ezután következik az XV2-es a megint a szírusztól tól a kisebbik, az is 2x2-es, 2 2x2 uh -huh. mint ez, csak kisebb antennákkal. És ezek után pedig az utolsó helyen az U6 Lite, a kis AP. Tapasztalat, így az, elmondtuk ugye ezeket a kis bugokat, amiket tapasztalunk, ezeket valószínűleg kigyomlálják idővel. Azon ah, Lá... kívül, hogy egy kicsit nagy, nekem tetszik. Igen. Nem mondanám, hogy a legszebb versenyző a csoportból, de biztos, hogy nagyon erős. Uh -huh. És ha az árát tekintjük, akkor el lehet mondani, hogy nagyon jó árazása van ennek is, ugye ez még a 660 alá érkezik be, ez konkrétan olcsóbb, mint az UniFi 6 LR. Nagyjából abban az árból. Igen. Szóval ez egy nagyon jó húzás, és amit nagyon fontos, itt is hozzá kell tegyünk, hogy ez is, mint a nagy tesó, 5 év garanciával érkezik. Az verhetetlen. Igen, hát pontosabban a Cambium adja, by default, csak egy más árszegmensben. Oké. Okay. Köszönjük a figyelmeteket, iratkozzatok fel, nem maradjatok le a jövőbeni tartalmainkról. Sziasztok! Sziasztok!